Ordinal numbers, azaz sorszámnevek. Mi is ez a sorszámnév? Ugye nem azt mondom, hogy 1, 2, 3, 4, stb. Ugye ezek tőszámnevek, hanem az, hogy első, második, harmadik, negyedik. Ezek a sorszámnevek. Nézzük, hogyan lesznek a tőszámnevekből sorszámnevek. 1, 1, első, first. 2, 2, második, second. 3, 3, harmadik, third. Tehát láthatjuk, hogy három teljesen különböző szó lesz belőle. 4, 4, negyedik, fourth. 5, 5, ötödik, fifth. 6, 6, hatodik, sixth. 7, 7, hetedik, seventh. 8, 8, nyolcadik, eighth. 9, 9, kilencedik, ninth. 10, 10, tizedik, tenth. Tehát láthatjátok, hogy négytől csak egy kis TH-t teszünk mindegyik tőszámnévnek a végére ahhoz, hogy sorszámnevet képezzünk belőlük. Viszont mivel toldalékról van szó, itt-ott ez járhat helyesírási változásokkal. Például a 5-nak a VE-je egy főbetűvé válik, vagy alakul át. Ez minden VE végű számra igaz lesz. A 8-nál, mivel eleve T betűre végződik, nem fogom megkettőzni a T betűt, hanem csak simán egy H betűt fogom mögé tenni, és akkor így lesz az 8, mint 8, meg a 8. egyben. A 9-nél kiesik az E betű. Tehát amikor gyakorlatilag olyat látok például játékokban, versenyekben, hogy valaki vagy dátumoknál az első, nem véletlenül a helyezéseknél is, ott látjátok, hogy 1ST, vagy a másodiknál, hogy 2ND, hogy második, second, harmadiknál, hogy third, vagy ha valaki mondjuk a hetedik helyen végez, akkor pedig a TH. Ez pontosan azért, mert hogy hányadik lett a versenyen. Nézzük, mi történik a tízes számok esetén. Ugye a 11 és a 12-nek két külön száma van, az 11 és a 12. Onnantól kezdve az összes tizen végű szám, ugye, ide már önszorgalomból be is írtam a TH-t hibásan, onnantól kezdve az összes szám tínre végződik, és gyakorlatilag, mivel minden tín végződés megkaphatja a TH-t, innentől kezdve 13-tól 19-ig nincs is semmi különleges helyesírási változás, mindenhova megy a TH. 11 esetén szintén 11, 11s. A 12-nél figyelünk, hogy megint a VE átvált főbetűre, mint az 5 esetén is, ahogy tette. 12, 12s, 13, 13s, 14, 14s, 15, 15s, 17, 17s, bocsánat, 16, 16s, 17, 17s, 18, 18s, 19, 19s. És a 20-nál, ami y-ra végződik, át fogjuk alakítani az y-t egy i-e-vé, ami minden y végű számra igaz lesz, 20, 30, 40, 50, stb. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy csak TH-kat teszünk a végére. Egy. A következő. Mi történik a 20-as számok esetén? Amikor azt mondom, hogy az angolban 20 fölött kötőjelel érjük a számokat, ez nekünk most óriási segítség, ugyanis ezt úgy kell tekinteni, a 21-nél például 21, hogy nem a 20-hoz nyúlunk hozzá, hanem csak a kötőjel mögötti számhoz, amit pontosan ugyanúgy fogunk átalakítani sorszámnévbe, mint ahogy tettük 1-től 9-ig a számok esetén. Tehát gyakorlatilag, aki ezeket tudja, az onnantól kezdve már bármilyen számot tud sorszámnévvé alakítani. Nézzük meg, hogy hogyan. 21-ból lesz a 21st, 22-22nd, 23-23rd, és aztán jönnek megint a TH-sok, 24-24th, 25-25th, megint a VE-ből főbetű, 26-26,
27, 27, 28, 28. Megint csak egy darab T-t írunk, nem kettőzzük meg a 8 után a T betűt, azzal, hogy még a TH-nak a T-jét is hozzátesszük. 29, 29, megint kiesik a 9-nek az E betűje. És a 30-nál ugye megint az I betűből I, az Y-ból I-E lesz. 30, 30. És ugye a first, second, third, azok megint külön szavak. Nagyon vigyázzatok, sokan rontják el, hogy itt már a one-ra, meg a kettő, meg a háromra teszik rá a TH-t. Nem, az ugyanúgy first, second és third lesz minden esetben. És ugye a 30-nál is megkapja a TH-t, az IR-re váltott Y. És akkor nézzük 31 fölött, ugye megint a 31 a 31, és a one-ból megint csak first lesz, tehát 31st. Ami nagyon fontos, nem megyünk tovább, mert fölösleges, innentől ugyanez a szabály vonatkozik mindenre. A 87. az is az 87th, 93. 93rd, teljesen mindegy, ugyanúgy tudjuk kombinálni a számokat. Azért állunk meg itt, mert a hónapok miatt nekünk elég most 31-ig elmennünk. Nézzük, hogy csinálunk ezeknek a sorszámneveknek a segítségével dátumokat. A dátumokat alapvetően így fogjátok látni egy szövegben, hogy mondjuk 6 January. Amit tudni kell róluk, hogy ezeket viszont kiejteni máshogy fogjuk, mert kétféleképpen lehet a dátumot kimondani. Az egyik lehetőség az az, hogy the 6th of January, vagy January the 6th. Hogy miért van ennyi zárója? Azért, mert amikor egy szövegben az lesz, hogy XY január 6-án költözött be abba a házba, csak ezt fogod látni a szövegben, de neked tudni kell, hogy úgy esd ki, hogy a sorszám név elé mindig oda tesszük a the-t. Ez egy alapszabály. A 6., a 7., a 8., the 6th, és mivel sorszám névbe kell tenni, írásban nem mindig lesz ott a TH, de neked tudnod kell, hogy sorszám névről van szó, és utána oda tesszük az off-ot is ejtésben, írásban nem. Tehát gyakorlatilag írásban ennyit fogsz látni, ejtésben ezt az egészet mondanod kell. The 6th of January. Januárnak ugye a 6. napja. Ez is egy birtokos szerkezet. Vagy mehet előre a hónap, hogy January the 6th. És megint ott van kötelezően a sorszámnév előtt a the, meg ugye nekünk tudnunk kell, hogy a 6-ot már sorszámnévvel ejtsük. Vagy egy másik példa december 12 esetén, vagy the 12th of December, vagy December the 12th.